and it can't be wrong. I'm coming in hot, you heard me. And we be taking shots and I'm not too nerdy. Szép jó napot mindenkinek, ismételten Dávid vagyok, és a következő Guild Wars része fogunk menni, ami a stopper hatására is indult. Most a Necromancerre fogunk ismét menni, ami az első kettő videóban is azt szerepelt, mert ez a kedvenc karakterem, és igazából az összes karakter bemutattam, jó volt a nagycsöcsű emberke, az még nem, de... Az ugyanazt tudta, mint az Orián, az a fa-elf-szerűség. Hát nem tudna újat mutatni, mert ugyanúgy... nem engineer, mindegy, nem tudom. Elementalist, és egy ez mágust akar jelenti. Nem tud újakat mutatni, mert igazából ugyanazok a kasztok vannak, és ugyanazok a varázslatok vannak. Mondták nekem, hogy nem kell megijedni, mert ilyen lassacskán fog betölteni ez a cucc kombó. Hoppá, itt van egy boss. Az mit keres itt? Három boss, nem egy boss, három, érted? A fasza. Három boss. Nem elég egy. De tényleg, nem. Nincs az Isten, hogy elég legyen egy. Azóta feldöttem velek 5 szinte. És most újabban a hang ki is hagy. Hát nem, fasza. És a szörnyem is jelennek meg, egyre jobbak vagyunk. Ez az! Tisztára, mint a moziba, késik a hang, fasza! Ez az, öljen, és, öljen, és, öljen, és. Nagyon bingo. Jó, hát ide betörünk. Én azt mondtam. Ja, ennyi volt a főfedezés? Be se engedtek? Nézd, hagyma! Ja, nem egészen. A koponyához, gyerek koponyához képest a hagyma azért elég messze rá. Itt ki van nyírva egy csomó ember, de miért? Ez így jó. Ja, itt van három boss, vágom, de hát ezt egyedül nem tudom kinyírni emberek. Akkor fölhílelem a kis csicskákokat, és akkor próbáljunk meg valamit alkotni. Jó. Várj, te híleled a többieket is, vagy csak te így rajkodsz? Ez mit csináld? Saját... Engem meglőttél? Te baromláda, te! Jaj, ez elmegy kötözködni a banditákkal. IQ Fighter! Nem az, hogy a bossnak neki esnénk együttes erővel. Nem. Neked ezeket a fosokat kell öldökölned. Mert te egy rajkirály csávó vagy. Igen, igaz, hogy csaj, semmi gond. Igen, és öld, és öld, és... Akkor fölhílelem a csicskákokat, és akkor hát, ha hozzá tudunk tenni a játékhoz valamit. Igen, a hang az még késik, ez várható volt. És miért? És már kezd alakulni, mert már véletlen egy-két hangot eltalálja a játék. És ezt nem tudom, hogy csináltam, de mindegy! Ja, még az a hülye vagy már belekötött az összes banditába, aki létezik, és meghalt. Meghalt, faszántos! És hogyan lehet innen kiűzni ezeket a hülyéket? Meg minek vannak egyáltalán ezek az emberek, hogyha felhilleljük őket, és már meg is halnak? Hát, igen, ennek így van értelme. De még egy event sincs, hogy meg lehessen őket heggeszteni. Meg ezek a barmok nem, hogy egymást így fölhillelnék, nem. Te fölhillelsz egyet, megdöglik a következő támadásnál, aztán hello. Hát ez így ebbe a formába. Jaj, ott jön a három boss, fasza. Amarra sétáljatok már, légy szíves. Most hillelem felfelé a csicskákokat, ne. Figyeld a hülyét. Eszem a logikátokat. Arra is van egy ember.
És hogyha ezeket a hülyéket így szépen felbírom véletlen hílelni, akkor ezek megtartják magukat véletlen valameddig, vagy csak én azt hiszem. Jó, hogy próbált meg erre. Vagy itt a banditák úgy szaporodnak, mint pestis járvány, szóval tök mindegy, hogy fölhílelem őket, vagy nem, mert így is megdöglenek. Reméljük nem ez történik, mert akkor feleslegesen csinálom ezt a dolgot most. Majd a disznókat segítségű hívják. De ne támadd meg, hülye! És a közelben vannak a köcsögök. Az úgy is tök mindegy. Ezek mindig dájolnak, mert ide spannoltatják az embereket. Meg kéne támadni ezeket. A gonosz kákékat. Csak mondjuk itt van rajtuk kettő haver. Ja, innen nem tudom támadni. Akkor támadjuk ezt. Na, ő jön már. Ott van a másik gonoszka, támadja a haverotokat. És nézzétek meg, és igen, a szörnyém szétkaszabolják az embert. Igaz, hogy arra hat kicsit sebeztek, mint az állat, de nem baj. Meg tudjuk ezt csinálni, hogy a bosszokból így szépen kiszipoljozzuk a hátsót, és csak egyiknek esünk neki? Próbált meg ér. Úgy látom, nem jött össze. Viszont nem tűnnek olyan rohadt erősnek, csak mondjuk akkorákat lőnek, mint egy félház. Ennyit bajom van az egésszel. És hogy annyi gyorsan meghaltam, mint az állam. Short, but good. Igen, hát teljesen jó, hogy shorton meghaltunk. De hát tényleg. És mondjuk, hogyha felvilágítottam volna ezt a lelő sétafika helyet, akkor most jó jártam volna veled, de mondjuk nem sikerült. Gratulá! Meg erre nem is voltam. Akkor nézzük. Visszamenjünk oda és felvilágítjuk azt a helyet, mert így ebbe a formában nem nagyon vagyunk megelégedve. Na. What are you doing? Hát jó. Akkor nem. Az is hogy lehet felmenni? Ez így. Kérdőjel. Hús és pet. Erre van valami evendes. Fishfos plusz egy felvilágítandó hely is. Akkor elmenjünk erre. Nézzétek, megy itt a semmi! És hang sincs. Nem tudom mi van, de ez így csöpet érdekes kezd lenni. Na jól van, itt valami nem oké. Mondjuk azt, hogy mondjuk aki lehet, hogy a gép nem az igazi. És itt van valami fájtó. Fighting jó. Beszállunk. Kit kell megtámadni, meg mié? Nem kell meghalni, mert akkor minden el fog szállni. Erre rájöttem. Ó, ez egy azura város. Ha minden igaz. Igen, annak tűnik. Az is, csak gonosz azura város, mert piros a robot. Ez most egy fal, vagy? Igen, ez egy fal. Nagyon vagány. Nézd, láthatatlan kerítés!
És a lehetetlen kerítésen föl lehet ugrani. Azt a de menő. És még tudsz rajta. Ez az. Csúszni is. Tehát ez valami fenomenális. Ez erre van kitalálva. Nézd is a sátor tetejére. Hát milyen fasza. Jó, hogy ezeket kellett volna megtámadni. Hoppáré, jobban sikerült, mint gondoltam. Mondjuk van egy rakás szörnyű. És. Még ezt lehet, hogy nem éppen meg, nem kellett volna megvárni, hogy a... bemegyünk a fasza. Városba ez pont direkt arra volt kitalálva. A cincin lovagokat mindig és mindenhol meg kell védeni, de ez így... Jó. Értem én, hogy bénák vagytok, de... Még mindig én. És a cincin lovakkák most elbuktak. Megfülest igazítok közbe. Már jönnek ezek a hülyek utána, vagy mi van? Szaros vargok. Ez engem nem érdekelnek ezek a csicskákok. Hagyjon a békén. És nézd meg. Rásütöttem, meghalt. Gyertek már. Szörnyekim, gyertek már. Most már sajnos fajled lett, szóval. De ez lőni fog, nem? Ha tetszik, ha nem. Na, mondom. Gonosz azurák szoktak ilyet kirakni. Ilyen trutyit. És akkor lövöldözik az elektromos gedvákot, aztán nézhetünk. Most meg kéne támadni ezeket, és akkor ki kéne menteni őket? Hát ez érdekes lesz mondjuk azért, de... Ugye ez kilométerekről észrevesz. De az is szesz ezek. És egy, és két, és há. Ó, nagyon jó néz ki a karaktert. De... Ez az egy robot oda. Ez az, mert robotot lehet poisonolni. Igen, ez logika, tényleg. Eszem a logikátokat, hülyék. De nem tűnik fel a többi banditának, hogy itt leüljük az összes haverjai. Ez hova lett? Nem! Nem, ő öldököl, mert ő fasz a gyerek. És hova kéne eljutnunk egyáltalán? Lehet, hogy nem is itt kell belül támadni. Nem tudom én. Na, gyerünk már! Nincs négy percem van arra. Szerintem ki kell mentenem őket, igen, itt vannak.
Mindig ugyanazt a varázslatot tudják. Tehát ez semmi más. De azt legalább biztosra, ne? Már még itt is van. Kimentünk titeket, cincin lovagok. Ezt kéne kinyírni, mert ez sebb ez a legnagyobb kritikálisan. Jaj, ne! Föl kéne pörögni. Veteránt kinyírtuk, akkor most kéne. Na, már nem sok idő van. De közben véletlen kinyírtuk a izét. Közben két veterán szörnyet is kinyírtunk. Ott az egyik izé volt, de... Mi az Isten, ilyen... robot, de ez jó volt így is. Na, nézzük. Most a cincin lovakokat megmentettük. Jobbak vagyunk, mint gondolnánk. Nem! Szegény kis HP és Shadow-mat támadja. Neki esi, mert úgyis belénk fog piszkálni. Milyen szépen száll. És ilyen kis köcsök torony is akkorákat sebez. Ez valami hihetetlen. Na, erre van egy szívecske és küldi is. Ez meg a jó az uráknak a... telepe, mi? Igen. Ez elég lepukkat helyet sikerült belőle rittyenteni emberek. Az urvárosok nem így szoktak kinézni. Már nem azért, hogy leszóljam, de ez elég gázos. 25-ös gyerek. Ez egy azura lesz. Igen, most egy azura. Jó, de szépen tartod magadat.
És akkor a küldetés pedig az, hogy nem erre kell menni, mert nem az a küldetés. Az uráknak kell segíteni. Aztán mit? Ezt. Szerintem ez a küldi. És random állítsa be valamit, vagy? Teljesen mindegy, neki úgy nézem. És akkor végén kidobja, hogy hülye vagy. És most ez hol leszek előrébb, szóval. Egy kicsit nem mozdult meg a... Jó van, ne kapáljál már. Szerzek egy kis kristályt, ez biztos sokat ér. Segíteni kéne nekik valamibe. Konfigurátorzokat kéne használni, de ezek azok a szarok voltak. Ja, ezeket aktiváltam, de hogy ez ennyi lett volna. Mi van? Ja, hogy erre kéne izé válaszolni. Jó, várjál, ezeket el kéne találni. Jó. Mondjuk. Nem lát tudok angolul, így jó lesz. Azt rohadt, milyen kedvákok jönnek. És ezekből a szörnyőből is meg lehet csinálni. Zsír. De akkor segítek. És jön a kövi kör, vagy mi van? Indítsátok a kövi kört. Tudom én, hát ezt nem tudom, hogy mennyibe fáj átváltani. Mindegy, ezeket nyírkálni kell. És beszippant! Gyerünk! Ja, várjál, itt van Gorilla, vagy Godzilla, vagy mi az Isten ez. És ezekre mondjuk véletlen jó kéne válaszolni. Király! Tehát így... De az a baj, hogy most így cseszhetem. Hiába nekünk ülök át neki fordítani, meg akkor se tudom ezeket a válaszokat. Ez hogy itt, meg hol, meg merre, meg mié. Te, legyen ez! Hú, eltaláltam! Na, figyeljetek, itt izélni kell. Legyen ön is minimumos, tips mix. Legyen mondjuk ez! Nem jó, francba, már a következőre. És, na, tegyetek, hogy következőre mennyi esélyem lesz, hogy megrakom a jót. Jaj, mondjuk nekem megdöglöttek a szörnyeim, fasza.
Mondjuk itt időre megnyitják a kaput, szóval azzal is jó járunk, mert... Vagy csak jönnek ezek a szörnyek maguktól, nem is hívjuk őket, amit tudom én. És ezzel is lehet pontot szerezni, hát nem csúcs szuper, de ne reggelen álljad már magad, az Isten áldjon meg. És nézd, ezek szoktak így nyitni kaput. Godzillát adjátok már, léci. És így árontom, akkor jönnek szörnyek, vagy mi a franc van? Már itt melyiket próbáltam már. A hetes még nem volt. Vagy volt? Miért? Tudom én már. Na jó, elég volt, srácok. Ez a videó most ennyi. Következő videónak... Várjátok Godzillát! De minek idézitek meg őket, hogyha nem tudtok elbánni velük ketten? Hülyék. Vagy csak ezek jönnek hivatlanul? Vagy mi van? Mert Godzilla bácsinek elég ronda segge van, és hogyha ti idézitek őket, akkor elég rossz ízeset. Nem, ezek maguktól jönnek. Pofazáma! Ide ronda vagy. Azt a bögyár! Jaj, de jó tartod magad, öreg anyám. Vagy ha nem fiú. Na jó van. Sziasztok, srácok. Majd jelentkezem a kritikával, mert most annak kéne jönnie. Jó? Addig is csákom.